a Corvinus jelentette nekem azt, hogy itt biztos, hogy nem csak elméleti tudást fogok kapni, hanem praktikus dolgokat is, és ez tényleg így történt, és ezért választottam az egyetemi tanulmányaim végére ezt az iskolát. Nagyon bejött, egyrészt a csoporttársak miatt is. Én azt is tudásnak tekintem, ahogy egymást meg tudtuk ott ismerni, és ahogy egymás területeibe beleláttunk. Nagyon sok olyan hasznos alap tudásra tettem szert, ami nélkül sokkal nehezebben igazodnék el a nemzetközi térben. Koncentráltan kaptunk egy ilyen alap felkészítést arra, hogy ebben a világban eligazodjunk. Tehát azt, hogy én tudom, hogy nemzetközi szervezetek hogy működnek, hogy épülnek fel, hogy mik a felelősségi köreik, mik a tevékenységük, hogy a világnak ez a része hogy működik, az rengeteget segít, hiszen azóta is vezetőkkel foglalkozom. Az, hogy tudom, hogy ezeknek a vezetőknek mik a mozgás területeik, hol keresik ők a megnyilvánulási lehetőségeket, annak innen indult el az építkezés a saját életemben is. Én visszatértem mentorként sok Corvinusos egyetemi körbe, és fiatal lányok mellett éveken át mentoráltam, vagy a jelenlegi kollégáim között is vannak Corvinusosok. Nagyon motiváltak, van elképzelésük arról, hogy honnan, hova szeretnének eljutni, tájékozottak. Nekem alapvetően jó élményeim vannak azóta az életemben és a munkakapcsolataimban is a Corvinusos hallgatókkal. Ezek azóta is élő kapcsolatok, és valahogy olyan kör, olyan közeg jön itt össze együtt, nagyon sokféle világnézetből, nagyon sokféle helyről, akár külföldről is, ami rengeteget ad a későbbiekhez. És hát azt gondolom, hogy azért ennek az iskolának nagyon komoly presztízse van, és ez a presztízs szempont is fontos lehet akár már egy gimnazistának is akkor, amikor választ, és én azt mondanám, hogy a Corvinus egy nagyon jó ugródeszka ahhoz, hogy utána el lehessen dönteni az ember, hogyan és miben mélyed el igazán. Itt kaphat hozzá egy olyan bázist, amiből aztán nagyon jól lehet építkezni, és nagyon jól lehet döntéseket hozni.